Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. december 11. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin világában. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dűnyögései. A múlt héten, ha még emlékeztek rá, Elizabeth Warren, Jamie Dimon és még számos neves amerikai pénzügyi, banki és kormányzati szereplő ösztüzet zúdított a bitcoinra. A mai videót a Sangadai Mennek a Twitterre a hétvégén feltett klipjével kezdem. Azt hiszem, hogy stílusos kezdése ez a hétnek itt ezen a bűnnel és szennyel teli kriptopiacon. Bitcoin, etc. You

Egyéb érdekes híre hétvégén nem volt a bitcoin piacán, egyetlen egy információ, ami még egy 8. hír, hogy a Binance régi CEO-jának és alapítójának, CZ-nek az Egyesült Államok bírósága megtiltotta, hogy elhagyja az Egyesült Államok területét, CZ el akart utazni az Egyesült Arab Emírségekbe és megígérte, hogy majd visszatér a büntetésének kiszabása tárgyában tartott, azt hiszem, hogy februári tárgyalásra. Az Egyesült Államok Bírósága úgy ítélte meg, hogy nem, nem, nem kell elmenni külföldre, szépen ott kell maradni, mert az még nem dölt el, hogy mekkora börtönbüntetés is lesz ebből az egész beismerő vallomásból, úgyhogy CZ az Egyesült Államokban fog karácsonyozni, akinek ez hír, az kezdhet ezzel, amit szeretne. Szerencsére egyre kevesebbet kell beszélnünk erről az úriemberről. fő van, szokás szerint megnézzük, hogy a Deribit opciós piac erre a hétre, azaz pénteki lejáratra milyen bitcoin volatilitási zónát határoz meg nekünk jó eséllyel. Azt látjuk, hogy a call oldalon a 15-ös deltát azt 45 dollárnál látjuk, a put oldalon pedig 39.500 dollárnál. Tehát azt lehet mondani, hogy az opciós piac erre a hétre pénteki lejárattal egy 70%-os valószínűséggel a bitcoint azt 39.500 és 45.000 dollár közé várja. Sokszor elmondtam már nektek erre hétfőnként rá szoktam nézni, de ez nem egy kereskedhető információ ez csak egy olyan többletinformáció, ami azt mutatja, hogy a derivatív piac az milyen volatilitási zónában határozza meg nagy valószínűséggel a bitcoin mozgását ezen a héten. És akkor Bitcoin grafikonok, új hét indult a Bitcoin piacán, ez a hetes konszenzió grafikon. Azt látjuk, hogy az előző hetet egy nagyon szép átlag fölötti forgalommal zárta a bitcoin, és egy szép széles spreadű gyertyával, a gyertyának szélesebb a spreadje, mint az előző gyertyának, és a forgalom is nagyobb, mint az előző gyertyában, úgyhogy alapvetően itt a hetes csárton nagyon szép long 3-as beszélünk. Azt látjuk, hogy a közepes mozgó átlagunk jelenleg itt van 38.950, mondjuk azt, hogy 39.000 dollárnál, és ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos szint. Régóta mondom, talán már több mint egy hete, hogy ebbe a Ebbe várok visszafelé egy korrekciót, 38.800, mondjuk és 39.500 közé határoznám meg ezt a szintet, és ez éjszaka folyamán majdnem eddig szúrt le a Bitcoinnak az árfolyama, majd megmutatom elsősorban a napos idősávon, hogy miért fontos ez nekünk. Alapvetően most azt lehet látni, hogy mindaddig, amíg a bitcoin a háromperiódusos periódusos mozgóátlagát nem rángatja be a hétperiódusos mozgóátlaga alá itt a hetes csárton, magyarul nem kereskednek stabilan itt ebben a zónában 39.000-38.000 dollár alatt a bitcoinnal, addig a hetesen továbbra is a konszenzió rendszerben egy long hármas rendszerkezetet látunk, ami a háromból három kitettséget indokolja nekünk a bitcoin piacon. Kiminals, Háromnapos napos konszenzió grafikon, nézzük meg a momentumot, alapvetően jól néz ki a momentum, erős még az RSI, egy picit most elkezdett lejönni a rövid exponenciális mozgó alá, de még a hosszú exponenciális mozgó fölött van, és egy jó erős 75-ös bikás értékkel mozog, ez alapvetően tök jó hír. A három napos csártnak a forgalma az minimális, de hát ebben benne van a mögöttünk levő álmos hétvége. Szerencsére a bitcoinnak a kereskedése kezd beköltözni a hétköznapokba, és szerencsére egyre kisebb a forgalom, a hétvégéken ez mindenféleképpen egy jó hír, azt jelenti, hogy a bitcoin az kezd felnőtt befektetési eszközé válni, és kezd kiköltözni ebből a hétvégi időszakból. Hogyha a trendszerkezetet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a hétperiódusos mozgó átlagunk itt jár 40.400 dollár környékén. Gyakorlatilag ez alatt kellene látnunk a bitcoinnak stabilan a mozgását itt a háromnapos csárton, hogy a long 2 pozíció kitettségbe visszatérésen gondolkozzunk. Alapvetően ez még mindig egy long 3-as trend szerkezet, mind a három mozgó átlagunk emelkedik, tök jól néz ki a struktúra, menjünk a napos csártra. Egy napos Bitcoin grafikon, itt azt látjuk, hogy egy döntési helyzet alakul a mai nap folyamán. Azt látjuk, hogy a két rövid mozgó átlag, az végre fog hajtani egy medvés keresztezést abban az esetben, hogyha a nap végére nem sikerül valahogy 43.500 dollár fölé visszatornázni a bitcoinnak az árfolyamát. A tegnapi napról hagytunk egy point of control szintet 43.850 dollárnál. Nem tudom, hogy ez a mai napon visszatesztelhető-e, vagy fölé tudunk-e menni. Hogyha igen, akkor maradhatunk a long kitettségben, akkor pedig, hogyha itt maradunk ez alatt a keresztezésnek a 43.500 dolláros szintje alatt, akkor indokolt lesz a visszatérés a long 2-es hitettségbe. Alapvetően itt látszik jól, hogy mennyire fontos ez a zóna, amit itt ezzel a szürke dobozzal tudok nektek jelölni, mert tudom jelölni, hogyha közben nem frissíti le magát, így. Itt látjátok 38.800 és 39.500 dollár között, ez az a szint, ahol van kettő point of control szintünk is, és jelenleg itt van az MA30-as mínünk a napos csárton, ez egy tök jó mean lenne, hogyha eddig kapnánk lefelé egy korrekciót, és innen kapnánk egy szép pattanást, ezt majdnem megkaptuk az éjszaka folyamán, ugyanis 40.300 dollárig jött le nagyjából egy ilyen 5 perces, 15 perces gyertyában a bitcoinnak az árfolyama. Tipikus hétfő hajnali, minimálisan likvid időszakban egy igazi likviditás vadászatot láthattunk, ahol a tőke longokat egy óriási impulzussal kivette a piac. Egyelőre tök jól néz ki, hogy egy szépet pattant is utána, de én egy kicsit mélyebbre várnám, én azt gondolom, hogy meg kellene néznünk ezt a 39.538.800 szintet, már csak azért is, mert itt hátrébb is húzhatom, látjuk, hogy ez itt korábban azért egy fontos szint volt, nagyon sokáig ez a zóna volt, amit alulról próbálgatott a bitcoin átvinni, és amikor itt sikerült áttörni, akkor tudott megindulni ez a mozgás, és ez nem került még visszatesztelésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ezzel az egy leszúrással még jó lenne, hogyha nem végeztünk volna. Ezt a szintet, hogyha itt a bitcoin megnézni és innen pattanni tudna, az tök jó lenne. konszenziós szempontból ez nekünk azt jelenteni, hogy lemegyünk egy long kettes, óvatosabb kitettségbe, megnézzük, hogy itt hogy reagál az ár, és hogyha erről az MA30-as minről pattanni tud, akkor utazunk tovább, hogyha ezt a zónát viszont elveszti a Bitcoin, és a három periódusos mozgó berángatja az MA30 alá, akkor itt naposan zárjuk a pozíciónkat, egyetlen egy köncsepet nem morzsolunk el ezzel kapcsolatban, hiszen a long 3-as pozíció méretet 28.500-nál kaptuk meg, tehát hogyha véletlenül zárni kellene a pozíciót, az egy gyönyörű, szép, ilyen negyedik-negyedéves profit lenne, úgyhogy alapvetően ezt a mozgást ezt szépen le lehetett utazni itt a konszenzió kereskedés rendszerben. Mondom, én most ezt figyelem, hogy eddig a zónáig kapunk-e egy visszatesztet, és hogyha a Momentumra ránézünk, akkor az rsi lehet látni ezt a divergenciát, amit mondok régóta, alacsonyabb csúcspontok, árfolyamban magasabb csúcspontok, alapvetően ennek is egy szép kimozgása lenne az, hogyha kapnánk ide a minhez egy visszatérést, közben esetleg az eresi lejönne ide az 50-es szintre, és onnan pattani tudna adni egy trendfordító mozgást, de hát a jövőt nem látom, csak itt spekulálgatok össze-vissza butaságokat. Alapvetően, ha a mozgó átlagos struktúráját nézzük, akkor azt látjuk, hogy a mai nap végére, hogyha nem térünk vissza 43.500 dollár fölé, akkor itt az egynapos táblácskámon ezt a 3 per 3-at, 2 per 3-ra fogom majd kicserélni. A hosszú távú célárat pedig ismeritek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ennyi lett volna hétfő reggelre ez a rövid kis bitcoin piaci összefoglaló. Remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis update és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok a szituációt a bitcoinnak a piacán. Amennyiben ez így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket nagyon köszönöm, és találkozzunk holnap a következő ilyen bitcoin piaci videóban. Szép napot és jó kereskedés nektek! Sziasztok!